Március 8-án és 9-én Makón rendezték meg a tékvandó magyar bajnokságot. A verseny rekord nevezést hozott. Míg a korábbi bajnokságokra 20-25 klubból 200-an indultak, addig most 30 klubtól 308 versenyző érkezett. Voltak itt Budapestről, Veszprémről, Orosházáról, Herendről, de a közelebbi településekről, így Vásárhelyről is. Szombaton formagyakorlatok, küzdelmek, tradicionális küzdelmek, törések, sőt még téglatörő verseny is volt. Városunkban először rendezték meg a magyar bajnokságot. Eredetileg ezt a versenyt Szegedre szántuk, de később úgy gondolta az elnökség, hogy mégiscsak jól, ugye nagyon közel van Szeged, hogy Makót is erősítenünk kéne. Szegeden már nagyon sok komoly esemény volt korábban, és Makó nagyon-nagyon fejlődő tékvandó, nagyon erősít a tékvandó, és szerettük volna megerősíteni, nagyobb kedvet csinálni ehhez a városhoz, jöjjenek ide, többen látogassanak ide, de úgy látszik nagyon nagy siker. Meg kell mondjam, hogy az utóbbi évek a leglelkesebb és a legnagyobb létszámú közönsége van itt most. És az első napnak a felén azért már jóval túl vagyunk, milyenek látja a rendezést? A rendezés perfekt, tökéletes. Most van az először, hogy nem tódul be a közönség, nem takarja a küzdőpástokat. Nagyon fegyelmezetten, rendben a teremügyelet el van látva, tehát minden apróságra nagyon gondolva lett. Az is nagyon érdekes, hogy most van első alkalommal ez az új pontozó rendszer, a számítógépes pontozó rendszer, és ennek van itt a főpróbája, hogy úgy mondjam, az első megmérettetése, de úgy látszik, hogy nagyon jól megy, mert időben nem hogy késnénk, hanem már előbbre vagyunk, mint a tervezett időbeosztás. Tehát nincs csúszás, ez nagyon nagy dolog. Mondom, ez volt az egyik ok, hogy bevezették ezt a rendszert. Igen, főleg ezért, meg az, hogy ez igazságosabbá teszi a bíráskodást. Tehát nem lehet már a bíróknak se úgy taktikázni, mert ott és akkor meg kell adni a pontot, később nem lehet már ezen variálni. Tehát nincs az, hogy a végén, mégiscsak ez a verseny, vagy az a szimpatikus, hanem folyamatosan kell a találatokat, meg a hibákat értékelni menet közben. És a verseny kiírás szerint van legfiatalabbtól a legidősebb korosztályokig, milyen korcsoportok vannak? Hát gyermekkorcsoport vannak, ugye a 7 évesektől egészen a szeniorokig, amikor nagyon idősek nincsenek, van ugye a gyermek, serdülő, ifj és felnőtt. Általában a felnőtteknél lehet mondani, hogy felső korhatárja 40 évesig azért még vannak. Mondjuk küzdelemnél már kevesebben, általában a küzdelem az a 31-2-3 éves korban lecseng, bár vannak profik 40 fölött is, de amatőrök azért nem annyira edzettek már, 30-35 fölött már kicsit kevés a levegő ahhoz. Tehát, hogy mondjam, tehát az életkorral növekszik a tapasztalat, viszont a kondíció az egyre csökken, hát mondjuk a 18 éveseknek a kondíciát nem lehet egy 48 évesnek, nem tudja produkálni, szóval azért beleszól a fiatalságnak az energiája, azért nem mindegy. A Makó Búdó Klub a Szegedi Klub Dynamic Egyesülete közösen szervezte meg a magyar bajnokságot. A csapattal, a Makói Búdó Klubban elég szoros a kapcsolatunk, hiszen a Józsi, Gera Józsi, a Makói csapat vezetője nálunk kezdte a tékvandó pályafutását Szegeden, és utána ő Szegedről Makóra került, és itt folytatta tovább a pályafutását. Én örülök annak, hogy ide került a magyar bajnokság, hiszen azt mondom, hogy Makó egy nagyon szép város, nagyon hangulatos, egy nagyon csodálatos csarnokkal rendelkezik, amit szerintem ki kell használni, és egy nagyon jó versenynek adott otthon, és ez szerintem egy nagyon jó dolog Makónak is, meg Szegednek is. Mikor került kiírásra a verseny, kiírás, és hogyan sikerült megszervezni, mikor kezdtétek el a munkákat? Már gyakorlatilag már a tavalyi évben elkezdtük a munkát, hiszen háttérmunkák vannak, az anyagi háttér megteremtése, szponzorok keresése, támogatók keresése. Februárban kezdtük a verseny igazából hivatalossá tenni, februárban kikerült a versenykiírás, határidőket szabtunk meg, február 24-én volt a nevezési határidő, előnevezés, március 2-án a végleges nevezési határidő, és az addig beérkezett nevezéseket utána gyakorlatilag feldolgozni, sorsolásokat megcsinálni, utána gyakorlatilag a pénteki napunk azzal ment, hogy a termet berendezni, a verseny helyszín, a versenynek, hogy sikeres legyen, meg kellett teremteni a hátterét. Az itt jelenlévő sportolók közül ki a legmagasabban jegyzett, ki a legjobb versenyzői? Hú, hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert
mert mondhatom azt, hogy nem egy versenyzőt tudnék mondani, hanem többet is akár. Én azt mondom, hogy nagyon jó nemzetközi versenyzőink vannak Magyarországnak. Megemlíthetném akár a Sasoktól a Szalai Gábor ötödik danos mester, Fósz Péter ötödik danos mester a budapesti Budályból, vagy akár Bécsi Nikolettát, mint hölgyet, Veszprémi csapatból. Nagyon jó versenyzők vannak. Vásárhelyről talán még tudnám említeni Zsarkó Pétert, aki nem csak tékvandóban, hanem kickboxban is nagyon jelesen versenyzik. És hát ugye vannak nagyon fiatalok, nagyon fiatal korosztály, és mennyire nehéz őket manapság becsábítani ebbe a sportágba? A kérdés nagyon jó. Ha egyszer sikerül elindítanod, akkor utána azt mondom, hogy ez megy. Tehát ha először sikerül, akkor utána, és a gyereknek megtetszik, akkor meg is marad a gyerek. A legnehezebb talán kimozdítani, az első edzés mindig a legnehezebb. Ha az első edzés jól megy, akkor utána szerintem meg is maradnak. Megtetszik nekik, látják benne a fantáziát, látják azt, hogy egy jó csapatba kerülnek, tanulhatnak nagyon, nagyon jó dolgokat, nagyon érdekes dolgokat tanulhatnak, és ez így vonzza őket. Mindig az első lépés a legnehezebb. A házigazda Makó Búdóklub idén ünnepli 25. születésnapját, így a Magyar Bajnokság megrendezése tökéletesen beleillett a jubileum év rendezvényei közé. 5 éve van nálunk a tékvándó szakosztály, aki önálló szakosztályként működik. Én azt gondolom, egy nemzeti bajnokságnak lehozni ide a legrangosabb versenyét, ez mindenképpen egy megtiszteltetés. Mindenképpen beleillik abba a sorba, amit eddig terveztünk és csináltunk. Többször volt már ugye jubileumi évünk, kiemelt eseményekre minden szakosztály életébe törekszünk. A tékvándósok nem kapták eddig meg ezt a sikert, most megkapták. A Búdóklub egyöntetően mögé állt, nagyon fontos ez, hiszen ezzel, hogy itt van 3-400 versenyző, ugyannyi kísérő, azt gondolom, hogy nem csak a sportágnak, a Búdóklubnak, hanem ez a városnak is egy siker, hogy 2 napon keresztül itt vannak, viszik jó hírünket, a szervezést látva, és egyelőre a visszhangok teljesen pozitívak, amik eljutottak hozzám, tehát elégedettek a versenyzők, elégedettek az edzők, a szövetségvezetői, ez nagyon fontos, és a társrendező, Szegedi Klub Dynamic is nagyon pozitívan nyilatkozott eddig erről. Ez öröm számunkra, és hát én azt gondolom, hogy ez amellett, hogy ez sport, amellett egy sportdiplomáciai siker is, tehát a Makó Búdóklubot a sportpalettán, a tékvándónak a palettáján ezután nagy valószínűséggel jegyzik, hiszen ez azt jelenti, hogy akik eljöttek itt és jól érzték magukat, azok visszagondolnak Makóra és pozitív élményekkel mentek el. Mennyire volt titkos vagy éppen nem titkos cél azzal, hogy még több embert csábítsatok át a tékvándó csapatba? Hát én azt gondolom, minden ilyen nagy eseménynek ez az egyik legfontosabb dolga, hiszen minél többen vannak a tékvándósok, annál jobb a tékvándó szakosztálynak, annál több tagja van a Makó Búdó klubnak, többen edzenek, többen vannak itt. De én azt hiszem, hogy ennél sokkal fontosabb az, amit talán egyszer Gera Józsi egy riportban fogalmazott meg, hogy a tékvándónak, de az összes többi sportágnak is, a legnagyobb ellenfele a kóla, a chips, meg a tévézés, vagy a számítógép, és hát ezt legyőzni, ha tékvándóval tudjuk, akkor tékvándóval, de ugyanúgy jó erre az aerobik, a kickbox és az aikido is természetesen, mert az a lényeg, hogy minden gyerek minél többen sportoljon, próbáljuk ezt elérni, próbáljuk megközelíteni ezeket a dolgokat. A Makó Búdó klubon belül több harcművészet és küzdősport is megtalálható. A tékvandó mellett van aikido, battodó, thaibox, ökölvívás és kickbox. A tékvandó és a kickbox között több átfedés is van, így kilátogatott Makó János, a makói kickboxosok edzője is a rendezvényre. Elég összeszedőtnek látom, nagyon szervezett az egész. Végül csak egy tékvandó magyar bajnokság, mindenképpen dicsérném Gera Jóci tékvándó mesternek a munkáját, mert
nem a héten kezdett el ezzel foglalkozni. És több ismerős artot is felfedezel, hiszen többen nem csak tékvandóznak, hanem kickboxal is foglalkoznak. Milyen átfedés van egyébként a két sporták között? Hát ugye Vakóba elég nyílt a versenyszabály. A több tékvandós szakosztály is benne van a Vakóba, szövetség tagként, és nevezetesen most az egyik lányom ellenfele, tavaly ő rajta köröztül jutott ki Evelyn a fölnőtt világbajnokságra. Azon túl itt van Zsarkó Dani, aki többszörös magyar bajnoka a kickboxnak, light és kicklight szabályrendszerbe, akivel éppen mikor ide érkeztem, akkor beszéltem 2-3 szót, éppen jutott a döntőbe. A gála keretibe fog majd döntőzni. Nagyon kemény srác, ügyes, technikás. Az ország egyik legismertebb és legsikeresebb egyesületei közé tartozik a Budai Tékvandó Klub. A vezetőedző Pós Péter 20 versenyzőt hozott Makóra, közülük 15-en délutánra már éremmel gazdagodtak. De nem csak tanítványai, hanem ő is tatamira lépett a szombati napon. Elégedett vagyok az eddigi eredményekkel, de hátra van még több kategória, és ezekben a kategóriákban is eredményeket várok. Milyen gyakorlatokra készültetek, milyen küzdelmekre? Hát több kategóriába indultunk, hoztam ifjúsági és felnőtt versenyzőket. Jelen pillanatban a plusz 80 kg-ot azt megnyerte egy tanítványom, a mínuszban is aranyérmes lett, és nyitva van még egy-két döntő. Többek között nekem is a 4-6 danos formagyakorlat kategóriában az esti gálán a döntőm még hátra van. És ugye most Makón van ez az országos bajnokság, mit szóltok a körülményekhez és hát a makói sportcsarnokhoz, milyennek látod a versenyt? Nagyon meg vagyunk elégedve, és ezúttal köszönöm szépen a szervezőknek ezt a színvonalas rendezést. A város is nagyon tetszik nekünk, már bejártunk jó néhány éttermet, és maga a verseny is teljesen kiváló, tehát egy rossz szavunk nem lehet, azt gondolom. Milyen a kapcsolat a Makó Budóklubban? Ugye a Szegedi Tékvándó Klub meghívásában vagyunk mi itt jelen, velük csak úgy, mint az ország többi klubjával nagyon jó kapcsolatot ápolunk, hiszen egy országos szövetség vagyunk, ez elengedhetetlen. És hogy lemegy a magyar bajnokság utána, mi lesz a következő nagy lépcsőfok? A következő lépcsőfok az Európa bajnokság. A mai verseny ugye a magyar bajnokság egyben az Európa bajnokságra is egy válogató verseny. Több kategóriában válogatóztak a tanítványaim, jó magam is, tehát aki bejut a magyar válogatottba, az áprilisban Olaszországban méretetik meg az Európa bajnokságon. És ott mit szeretnétek elérni? Ott mennyire lesz erős a mezőny? Hát nemzetközi szinten már nagyon-nagyon színvonalas versenyzők vannak. Tehát ott visszacsatolva a kérdésedre, ott már egy ilyen 12-15 év kőkemény munka benne van az élversenyzőknél ugye ebbe a tudásszintbe. És azt mondom, hogy a magyar válogatott erős, tehát én 5-6-7 érmet legalább várok ettől az Európa-bajnokságtól. És hogy hogyan sikerült Pós Péternek a forma gyakorlat döntője? Nézzük meg az összefoglalót. Thank you.
Ezzel tehát Pós Péter megszerezte az aranyérmet. A bajnokságon, mint ahogy Makó Jánostól hallottuk, itt volt Zsarkó Dániel Péter is, aki címvédőként érkezett a versenyre. Hát ugye ez egy nagyon fontos verseny, a magyar bajnokság az egyik legfontosabb idén. Egy másik nagy verseny lesz az Európa Kupa még ősszel, de a tavasszal ugye ez az egyik legfontosabb hazai verseny. Itt dőlnek el a válogatott helyek. Ugye most lesz áprilisban az Európa Bajnokság Olaszországban, és nagyon kemény felkészülés előzi meg mindig a magyar bajnokságot. Mindennapos edzések vannak. Van, hogy naponta többször is. Úgyhogy sokat készültünk. Milyen típusú küzdelmekre készültél? Mire neveztél be? Egyéni küzdelem, mínusz 78 kg-jában indulok. Még hátra van, bejutottam a döntőbe egyébként, és most az esti gálán fogunk meccselni a döntő, tehát a magyar bajnoki címért. Valamint holnap a csapat versenyszámokban a vásárhelyi csapat tagjaként küzdelemben, töréstechnikában és ezekben a versenyszámokban fogok rajtozálni. Nem kell sokat utaznod, ugye Vásárhelyről jöttél. Mit jelent számodra, hogy Makón van a verseny? Egyébként Vásárhelyi klubnál vagyok, illetve az Algyői klubnál, de én Földákon élek, és hát kb. 8-9 kilométerre lakom minden, úgyhogy nagyon különösen jó volt, hogy itt rendezik a magyar bajnokságot. Hát ilyen még egyszer nem lesz szerintem ilyen közeli verseny, úgyhogy nagyon jó. Nézzük meg, hogy Zsarkó Dániel Péter mire ment ellenfelével szemben.
győzött tehát és megvédte címét Zsarkó Dániel Péter. Csapatát a hódmezővásárhelyi ITF Tékvandó klubot 1980-ban alapították. Edzője Máté Zoltán. Több ezren kipróbálták ez alatt a három évtized alatt a tékvandót. Nagyon az egyik legnépszerűbb sportág a városban. Nagyon sikeresek a fiatalok, ügyesek, folyamatosan van utánpótlás, nagyon sok mester, nagyon sok magas fokozatú mester, tanítványom van már, aki tovább viszi a váltóbotot. Milyen rendezvényeket szoktatok szervezni? Nagyon-nagyon sok verseny, több magyar bajnokság, diákolimpia, több nemzetközi edzőtábor, a koreai válogatottat a 80-as évek közepétől fogadtuk a városban, a 90-es években is, tehát többször járt a Korea válogatott hódmezővásárhelyen. Nemzetközi edzőtáborok is voltak, Wimbos nagymester vezetésével, bírói szemináriumok, diákolimpiák, nagyon sok magyar bajnokságnak adtunk helyszín, ne volt a város és a klub. Ezek nagyon jól sikerültek. Gerő József, hogy a makói tékvandósok edzője azt mondta, hogy a chips és a kóla a legnagyobb ellenfele, hogy behúzzák a fiatalokat a sportágba. Hódmezővásárhelyen mennyi fiatal van, és mennyire nehéz őket becsábítani? Vagyunk, de egyre nehezebb a fiatalokat. Nagyon széles a paletta, és a küzdősportokban is nagyon-nagyon sok ága van, amit hivatalosan űznek. Mindenkinek megvan a mottoja, hogy mivel próbálja elrabolni a számítógép mellől, a virtuális világ mellől a valóságba a gyerekeket. Hát ugye ez küzdősport, itt megvannak a hagyományok, egyre nehezebb, de nyilvánvalóan ez is finomodik, az edzői módszerek is, a furfang, a játékosság, de azért a gyökerek maradnak, és marad küzdősport. Mit jelent számotokra az, hogy most Makón van az országos bajnokság, ugye nem kell sokat utaznotok? Igen, ez jó, praktikus, mi a 27 versenyzőt neveztem, plusz a felnőtt csapat, aki, tehát 33-an jöttünk el. Igen, a távolság könnyű, nincs szállásköltség, de örülök, hogy egy ilyen nívós verseny és egy ilyen rangos eseményen versenyezhetünk. Oltványi Dávid neve bizonyára sokaknak ismerős, háromszoros magyar bajnok és válogatott is volt, méghozzá ökölvívásban. Emellett belekóstolt a kickboxba és a tékvandóba is. Az utóbbi pár hónapban besegítettem nekik edzősködésbe, konkrétan ökölvívó edzéseket tartottam, de tudni kell róla, hogy hosszú éveken keresztül én magam is a tékvandó nyomaiba voltam, tehát hosszú éven keresztül tékvandoztam én magam is, és most új kihívásként, egy újfajta lendületként eldöntöttem már tavaly évben a fejembe, hogy el fogok indulni itt a magyar bajnokságon. És ahogy hallottam, nem is szerepelsz hosszú, hiszen döntőt fogsz játszani. Hogyan jött ki ez? Mit szólsz hozzá? Tisztában voltam a verseny előtt, hogy nem a saját vizemen vagyok, nem a saját vizemen evezek, szóval egy teljesen új terület, a saját képességeimmel is tisztában, ezáltal a hátrányokkal is, és ezáltal inkább úgy a taktika, főként a taktika volt az, ami elsőképpen úgy meghatározta. Edzettségen is problémám ökölvívás mellett még rendszeres hosszú távú futások, tehát rendkívül kemény állóképességi edzéseken is részt veszek, és akkor a szakmai részre kellett egy kicsit csiszolni, illetve élezni az utóbbi időben. Ez milyen súlycsoport? Minusz 57 kg, amely úgy meglepően, amikor aktívan még versenyeztem, erre azért úgy kőkeményen fogyasztanom kellett, most meglepő módon már, tehát egy-egy edzés előtt már hoztam a súlyomat, szóval ez hál' Istennek könnyű volt. És ugye említetted te is, hogy ugye ökölvívással is foglalkoztál, nem is akárhogy. A két sport között milyen az átfedés, hogyan sikerült átállnod? Tulajdonképp az ökölvívást anno, abból az okból kifolyólag kezdtem el, hogy a kéztechnikámat fejleszem. És az idők folyamán egy-egy versenyt sikerült megnyerni, majd főhívtak a válogatottba, és úgy az évek folyamán így szépen lassan ott ragadtam úgy az ökölvívásnál, de ugyanakkor a tékvándorról nem feledkeztem meg, tehát úgy, hogy a vérbeli tékvándósnak tartom magam a mai napig is, és most végre úgy idejét éreztem az, hogy itt is kipróbáljam megint úgy azt a fajta versenyszellemet, illetve küzdőszellemet, ami megszerettette ez a küzdősport önmagát. És ugye Szeged társrendezőként vesz részt ebben a megszervezésében. Mikor megtudtátok az öltözőben, milyen lett a hangulat, mikor megtudtátok, hogy ti vagytok az egyik rendező? Nagyon örültünk meg öröm volt a számunkra is, hogy társklub, meg hát a
a szervezésen kívül is napi szintű, illetve jó kapcsolatban vagyunk a helyi klubbal, és ezáltal megtiszteltetés volt számunkra is, hogy közösen tudjuk megrendezni ezt a nemes eseményt, mert én magam is úgy el vagyok csodálkozva, hogy mennyi versenyzés, ezen kívül az rengeteg néző, tehát rengeteg érdeklődő van, és ezt azért nagyon jól látni, hogy küzdősportban ez azért meghatározó. Mennyi munka van egyébként abban, hogy döntőbe jutottál? Sok munka van, és itt tényleg azok a kőkemény napi szintű edzések, felkészülések, technikázások vannak el mögött, szóval tényleg én az ökölvívást is az utóbbi időben azért voltam kényszerű félrerakni, úgymond, mert nem tudtam azt a kellő mennyiségű, illetve minőségi munkát magam mögé rakni, de viszont ide hál' Istennek sikerült, és én csak úgy vagyok hajlandó elindult bármelyik verseny, hogyha az lelkemben is úgy érzem, hogy mindent megtettem érte. És most az hál' Istennek összehető, bízom benne, hogy a döntőben is úgy ez a gyümölcsét le fogjuk ennek aratni. Lássuk tehát, hogy mi történt a döntőben. A piros oldalon ott van Nyivári, a szegedi klub dinamikása versenyzője. Kék oldalon bizonyos a Norvia, pedig a budapesti Sasok versenyzője. Yeah.
Gyula ráadásban legyőzte őt Riesmayer Norbert, de Oltványinak nincs miért szégyenkeznie. A tornán vasárnap rendezték a csapat küzdelmeket, és így ért véget a tékvandó magyar bajnokság Makón. A részletes eredményeket a Magyar Tékvandó Szövetség honlapján lehet megtalálni. Színvonalas esemény volt, reméljük, mi hamarabb egy hasonló jellegű versenynek otthon tud majd adni városunk.